Én most a közigazgatásban dolgozó emberek érdekében szólalok fel, méghozzá azokért a köztisztviselőkért, akik az önkormányzatoktól átkerültek a kormányhivatalokba, és egy most futó salátatörvény miatt az ő fizetésük április 1-től brutálisan csökkenne. Én azt gondolom, és ebben talán többen egyetértünk ebben a házban, hogy Magyarországon a magyar emberek több bércsökkenést nem viselnek el. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a dolgozói szegénységet csak csökkenteni lehet, és nem pedig növelni. A kormány indoklása ezzel kapcsolatban ráadásul egészen elképesztő. Azt a kifejezést használták önök, hogy a bérfeszültséget kívánják itt csökkenteni, mert hogy azok az emberek, akik átkerültek a kormányhivatalokba, azoknak magasabb a bére, mint akik ott dolgoztak, és ezért nem az ott dolgozó embereknek a bérét emelik meg, amit mondjuk az LMP csinálna, hanem azokért csökkentik le, akik oda kerültek, és önök így próbálják ezt a gordiuszi csomót átvágni. Tisztelt miniszter úr, önök a magyar embereket vágják át, ugyanis még egyszer mondom, ebben az országban bércsökkenést nem szabad csinálni. És itt ráadásul egy olyan helyzet van, egy olyan csoportról van szó, akik a 8. éve egy befagyasztott illetményalap szerint dolgoznak. A közszolgálati életpályamodell bevezetése folyamatosan késik. Olyan emberekről beszélek, akiknek egyik hónapról a másikra a fizetésük akár felére is csökkenhetne, bár előzetes számításaink szerint lennének olyanok is, a felsőfokú végzettségűek főleg, akiknek 40%-ról 10%-ra csökkenhet az illetmény kiegészítése, mások meg elbukják a 20%-os bérkiegészítést. Szóval teljesen világos, hogy itt egy újabb magyar emberekből, dolgozókból álló csoport szenvedne el egy brutális bércsökkenést. Tisztelt miniszter úr, én értem, hogy önök a kormányban gazdagok. Én azt is látom, hogy a Fidesz alapvetően a gazdag embereknek szeretne kedvezni. De önök most komolyan átléptek ezen a csoporton is? Köszönöm szépen, képviselő asszony. A válaszra megadom a szót Lázár János miniszter úrnak. Parancsoljon, miniszter úr. Tisztelt képviselő asszony. Az ön stílusával és hangnemével ellentétben nem venném magamnak a bátorságot, hogy kioktassam önt annak ellenére, hogy legerőször közhivatalt 1994. novemberében láttam, aminek lassan már 21 éve lesz. 21 éve járok önkormányzati folyosókon és állami intézményekben. Némi rátekintésem és fogalmam talán van önhöz képest is arra, hogy milyen viszonyok között működnek a települési önkormányzatok. Ha megengedi, először is szeretném tájékoztatni örömmel az országgyűlést arról, hogy a kormány döntött 2016. júniusában a közszolgálati életpályamodell bevezetéséről, amely minden magyar közszolgált érinteni fog. A nem vezető beosztásban dolgozó közszolgák esetében az én javaslatom minimum 30-40%-os júniusi 2016. júniusi béremelés lesz. Ennek az anyagi feltételeit a kormány meg fogja tudni teremteni, hasonlóan a rendvédelmi ágazatban dolgozókhoz. Ami a mostani átalakítást illeti, március 1-jével feladatokat veszünk át a települési önkormányzatoktól és a magyar államkincstártól is, és valóban fognak kollégák átkerülni a kormányhivatalokba. Ön azonban, kedves képviselőasszony, nem a 38 ezer forintnál alig többnyi illetményalapról beszélt, ami valóban 10 éve már ennyi, és ez nagyon szomorú dolog, bár nem mindenhol és nem egyformán, hanem bérkiegészítésről és illetménykiegészítésről beszél. Miről beszél, képviselőasszony? Csak nem azt akarja nekem mondani, hogy vannak Magyarországon olyan önkormányzatok, akik a fölhalmozott adósság ellenére kiegészítették az ott dolgozók bérét? Csak nem azt akarja nekem mondani, kedves képviselőasszony, hogy az állami adóforintokból, az adófizetők pénzéből konszolidált önkormányzatoknál léteznek olyanok, akik kiegészítik az ott dolgozók bérét? Csak nem ezt akarja mondani, kedves képviselőasszony, hogy a józan gazdálkodással szemben vannak, akik több százezer forinttal többet kerestek az önkormányzatoknál, mint amennyit az állami tisztviselők, azoknál az önkormányzatoknál, akiknek az állami konszolidációja 1300 milliárd forintba került. Képviselőasszony, ön nem besorolási bérekről beszél, hanem eltérítésekről. Mi alapján térítették el több százezer forinttal ezeket a béreket? Köszönöm szépen, miniszter úr. Egy perces viszonválaszt a Szél Bernadett képviselő. Tisztelt miniszter úr, én az ön stílusát most inkább nem illetem, mert akkor megint több tízezer forintot kellene fizetnem, azt gondolom. Viszont egy valami tény. Ebben a kormányban, tisztelt miniszter úr, megduplázták a helyettes államtitkári karnak a számát. A miniszteri biztosok, kormánybiztosok lepték el ezt az országot. Világosan látszik, hogy politikai komisszárokkal dolgoznak, így próbálják az egyre csökkenő hatalmukat fenntartani. És ezek után önnek van bátorsága fölállni itt a parlamentben és kioktatni egy képviselőt arról, amikor arról beszélek, hogy egyes emberek, akik nem a csúcsán vannak ennek a hierarchiában, hanem a csendes többség, tudja, miniszter úr, akik bemennek és dolgoznak reggeltől estig, hogy a családjukat eltartsák. Amikor kiállok ezekért az emberekért, fogja magát, és azt mondja, hogy én miről beszélek. Én arról beszélek, hogy egy olyan országot épített ön a barátaival,
Hungárival, ahol már gyakorlatilag a dolgozó ember nem tud megélni. Én ezeknek az embereknek bért követelek. És önnek erre a kérdésre egyedül egy válasza lehet, de hogy most holnaptól bevezeti. Nem 2016 nyarától, meg nem tudom én mindenhonnan. És akkor majd azt mondja, jövő év január 1-én, hogy majd 2017-től is kihúzza választásokig. Elképesztő tisztelt miniszter úr a cinizmusa. Köszönöm szépen, miniszter urat illeti egy percre a szó, parancsoljon. Ha az ülést vezetném, azt mondanám a képviselőasszonynak, hogy mindenféleképpen az az érdekünk, hogy nyugodjon meg. Ez a legfontosabb szempont, hogy nyugodjon meg, képviselőasszony, már csak azért is, mert 1821 főnek nőni fog a bére 5%-kal, mert magasabb lesz az illetménye a kormányhivatalban, mint amennyi volt az önkormányzatnál, vagy más területi államigazgatási szervnél. 215 embernek csökken az illetménye, ezek közül nagy részét az államkincstártól vesszük át, ahol 50%-os eltérítésben volt részük. Voltak olyan önkormányzatok, ahol meg 35%-nál az ő bérüket 2016 júniusával fogjuk helyretenni. Szeretném azt mondani, ami ennek az intézkedésnek a legfontosabb része, hogy eddig 27 000 munkavállalóra a kormányhivatalokban 4550 vezető jutott. Én az adókfizetők pénzért aggódnék, hogyha van egy szervezet, ahol 27 ezer munkavállalóra 4550 vezető jut, ebből most 2325 marad, ami szerintem nagyon helyes, még kevesebb lenne szüksége ennek az országnak. Ami pedig a megjegyzését illeti, képviselő azt, hogy szeretném tájékoztatni, hogy az első felügyelő miniszter voltam, a személyes élem miatt mondom, aki tavaly decemberben és az idén is már 25 000 forintos juttatásban részesítettem mind a 27 000 munkavállalót jutalomtól függetlenül.